Szeretett korábban valaki feltételek nélkül? András az első. És valószínűleg azért vagyok még mindig vele, tehát mi szerintem azért vagyunk együtt, és ezt egyszer sikerült talán úgy megfogalmaznom, hogy ő az egyetlen ember, aki saját magánál jobban szeret. És ez iszonyú, én ilyennel nem találkoztam. Olyan pasival rengeteggel találkoztam, aki kihasznált. Teljesen mindegy, hogy milyen indokból, és azt sem mondhatom, hogy ő a hibás, hiszen én belementem, tehát senkit nem akarok ezzel vádolni, csak hogy világ életemben arra törekedtem, és ezért nehéz a munkám is egy bizonyos szempontból, hogy engem elfogadjanak és szeressenek. Bonyhád! Följöttél, színésznő lettél, Gór Nagy Máriához jártál, igen, ugye? Színitanodába, és akkor elkezdted a kis karrieredet. Közben gondolom, hogy minden csaj ilyenkor pasisztál, és mi, pasit kerestél, férjet kerestél, vagy apát? Ja, én egyiket, tehát hogy férjet és apát biztosan nem kerestem, tehát én nem gondoltam, hogy valaha férjhez fogok menni. Tehát én tipikusan az a nő vagyok, akinek egy papír, vagy egy maga az esküvő rész, az nem volt annyira fontos. Valószínűleg sok nőnek azért fontos, mert akkor vehetsz fel egy olyan nagy estét, de hát én operetben szinte minden este ilyen ruhákban vagyok, sőt, ha én elkezdek felvenni egy estéruhát, és sminkelnek, akkor nekem az annyi, hogy dolgozom. Tehát semmiképp sem azonosítom azzal, hogy esküvő, vagy mulatság, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy arra nem az nekem egy előadás. Az nekem egy előadás. Azt el tudod képzelni, hogy valaki csak a szerelem miatt. Ja, hogy félre, mert hogy fölösleges. Mert fölösleges. Tehát az, hogy sok ember előtt bizonyítsam azt, hogy én a tiéd, te az enyém, szerintem erre nincs szükség. Tehát, hogy lehet úgy is együtt élni, és nem egy papír fog összetartani, ez a lényeg talán ebben az egészben. És nekem soha nem kérte meg senki a kezemet. András volt az első, ő többször megtette. Mert amikor először megkérte a kezemet, az engem annyira váratlanul ért, hogy elkezdtem nevetni, és én ilyen nagyon, nagyon csúnyán tudok nevetni, és de úgy olyan röhögök... Kacogsz vagy vihogsz? Hát, vihogok, de csúnyán, mint egy kecske, ilyen meg nem tudom, és hogy olyan röhögő görcsöt kaptam, hogy lefordultam a székről, és szegény megsértődött, úgyhogy ez volt az első, de próbálkozott utána még, mert hogy én nem értettem, hogy miért akarja. Hogy ennek nincs, tehát hogy erre nincs szükségünk nekünk. De aztán idővel beláttam, hogy jó, akkor legyen, tehát akkor van. Előre szaladták. Na, úgyhogy ez volt a házasság, hogy előtte... aztán igen mondtál. Akkor hát harmadjára igen. És akkor a második az csak egy ilyen, szerintem az ilyen kamu volt, hogy akkor ne, biztos, hogy nem. Tehát és akkor a harmadjára pedig Párizsba voltunk, elmentünk egy ilyen utazásra, ilyen Loire-Mendi kastélyokat néztük meg, és Párizsba is eltöltöttünk pár napot, és akkor felmentünk a Sacré-Cœur nevű csodálatos templomba, és teljesen véletlenül, egy ilyen 50 tagú férfi kórus énekelt, ilyen nagyon-nagyon szép volt az egész, és beültünk egy picit hallgatni, és egyszer csak látom, hogy így turkál a táskájába, és én nem bírom ezeket a kínos pillanatokat. Tehát tudom, hogy ami a filmben romantikus, én ezt a saját magánéletemben nem úgy élem meg, és iszonyatosan zavarba tudok jönni ezzel, de nem gondolom. Hát azért vihogtál. Mint egy hülye. Igen. Tehát amikor zavarba vagyok, vihogok. Így van. És akkor, és láttam, hogy turkál, és így elővett egy dobozt, és így kinyitotta, és benne volt a gyűrű. És akkor elkezdett, valamit el akart kezdeni nyilván mondani, de én annyira kínosan éreztem magam, mondtam, hogy jó, rendben, oké, rendben, és még nem is hagytam, hogy végig mondja. Tehát ha valaki vágyölő tud lenni és romantikaölő, az én magam vagyok. Tehát én magamnak valami miatt nem engedem meg ezt. Nem tudom miért. Tehát, hogy kínosan érzem magam ezekben a pillanatokban, holott titkom biztos, hogy vágyom rá. És akkor egy óra múlva nem gondoltad meg magad? Nem, akkor már túl voltunk rajta, és akkor jó lesz ez. Akkor már kimondtad, akkor már fel is dolgoztad gyorsan. Nem, bele akartam, de együtt éltünk, csak nem tartottam fontosnak, hogy ezt nem tudom, 150-160 ember előtt is így elmondjuk, hogy ott a rokonság, és akkor ez a része nem volt meg. Meg mondom, én nem tudom, a romantikával valahogy nem hadilábon állok. Tehát én nagyon pasi vagyok ebből a szempontból, és nem jó fajta pasi. Voltak előtte nyilván szerelmek, egyetlen egyszer nem gondoltam azt, hogy férjhez szeretnék menni, pedig voltak nagy szerelmek, nem olyan sok, egy ilyen 3-4. Nagyon nagy szerelem volt az életemben, mindegyikből rosszul jöttem ki mindig,
Téged tehát, hagytak hogy, el? Nem is az, hogy engem hagytak el, hanem hogy nagyon sok bántásért közben. Nagyon alárendeltem magam kapcsolatoknak, ami fura, mert hogy kívül az tűnik talán, hogy én nagyon kemény csaj vagyok, de hogy közben meg én szeretek gyengenő lenni egy kapcsolatban. Tehát én kifejezetten szeretem a hierarchiát egy kapcsolatban, és szeretek felnézni a páromra. Nyilván csomó dolog legyen, amiben ő a jobb, legyen egy csomó dolog, amiben én, és legyenek közös dolgaink, de én szeretek felnézni egy pasira, és sokszor alárendeltem magam kapcsolatoknak, és nagyon... De ez mit jelent a te olvasatokban? Például, amikor már együtt voltunk Andrással, akkor felhívott egy exem telefonon, és szerintem ilyen egy éve lettünk együtt, és ilyen minősítetetlen hangnembe beszélt fel, és megkérdeztem, hogy te mindig így beszéltél, és a kérdést sem értette, tehát valószínűleg igen. Belementem olyan szituációkba, hogy hagytam, hogy teljes mértékben a pasi uralkodjon rajtam. De te bántalmazott volt? Nem, fizikálisan soha. Most mentálisan. Mentálisan igen, tehát volt olyan, hogy iszonyatosan szerelmes voltam egy srácba, persze autóverseny, nekem ez az autóverseny, de azért, mert hogy a pasi, tehát hogy minden, minden nő mással azonosítja azt, hogy valaki férfias. Én a férfiasságot azzal párosítom, hogy valaki nagyon jól vezet, nem tudom miért. Dobtam ki pasit azért, mert rosszabbul vezetett, mint én. Tehát, nem mondom. De csináltam ilyet. Szóval volt olyan, hogy nagyon szerelmes voltam egy fiúba, aki valószínűleg azt érezte, hogy az a jó taktika, hogyha engem lenyom, és akkor ő akkor nyugodtabb. Talán valószínűleg ő is tele volt kétségekkel és komplexusokkal, így utólag visszagondolva. És nagyon szerelmes voltam, mert iszonyatosan szerelmes voltam abban a fiúban. És mentünk, sose felejtem el, autóval valahova ültem mellett az anyós ülésen, és piros lámpa. És kinéztem jobbra, de nem is az autót néztem, aki mellettünk van, hanem egyszerűen csak nézelődtem jobbra, ez elég indok volt, hogy elkezdett velem üvölteni, hogy utálom azokat a ribancokat, akik a kocsimból kinézve ismerkednek mással. És én, ez így megtörtént velem. És így ültem az autóba, és amikor csak így némán folynak a könnyeid, mert nem hiszed el, hogy te, akinek rengeteg szeretetet adsz, az megmeri ezt veled tenni. És elment mellettünk az autó, és két nő ült benne egyébként, és annyit mondott, hogy na jó, ez most arra nem vonatkozott. Tehát most akkor igen, tehát hogy voltak nagyon rossz döntéseim, és ő egyébként egy nagyon szerethető fiú volt, csak valami mégiscsak elcsúszott kettőnk ezt a kommunikációba, és nagyon sok ilyenen voltam én túl, és én tényleg kerestem a saját korosztályomban a megfelelő partner, tehát én sem gondoltam, hogy egy nálam 20 évvel idősebb pasi lesz az, akivel én összekötöm az életemet. És nem találtam meg, és nem egy, és nem két ilyen befut. Tehát, hogy mondjuk hány éves nyitott voltál voltam, akkor? Nyitott voltam, 27 voltam, amikor Andrással találkoztunk, azért én nyitott voltam, és voltak pasiaim, egy éjszakás kapcsolatom egy volt talán, de hogy talán nem, hogy fixen egy volt, és azt is én szerettem volna folytatni, csak a srác nem. Tehát, hogy én de mindegy, ott volt egy kavarás, hogy nem voltam ilyen, aki így belement egészen nagy baromságokba. Hát tehát, nem hogy nagy kanállal etted a férfiakat. Voltak pasik az életemben, jó, voltak ilyen időszakok. Ez a próbaidőszak a 20-as évek. Igen, tehát hogy nem mondom, hogy nem, tehát azért voltak szép számmal, de hogy egyikbe se úgy mentem be, hogy ez mondjuk egy éjszaka lesz, hanem hogy mindegyikkel azt gondoltam, hogy azért úgy járogatunk, meg valami történik, de esküvő nem. Ismerkedünk, és akkor belefutottam én azért egy-két ilyen fiúba, és utána jött az életembe András. I should learn how to get back in line. But I'm gonna take what's mine. Ezeknek a fiúknak mind közös vonása volt az, hogy egyszer csak ilyen kicsit ilyen agresszív... Alámentem szerintem, és ezt most már így felnőttként több barátnőmnél látom. Hát van olyan barátnőm, aki egy királynő egyébként, és minden kapcsolatban azt érzi, tehát amikor találkoznak, akkor egyenlő partnerek. És valami miatt minden kapcsolatban ő azt érzi, hogy kicsivel kevesebb, én is ezt éreztem világéletemben, hogy nem vagyok elég jó, mert a rohadt maximalizmusom miatt talán azt éreztem, hogy soha nem vagyok elég jó, és én önmagamban nem vagyok elég, és próbáltam mindig maximálisan kiszolgálni minden pasit, és azt csinálni, amit ők szeretnének, azért, hogy szeressen engem. És ennek mindig az lett a vége, hogy elkezdett uralni, és elkezdett uralkodni fölöttem. Most ezt így már látom felnőtt fejjel, én akkor ezt nem láttam. És most is láttam többször barátnőimnél ugyanezt, hogy találkoznak egyenrangú partnerek, és egyszer csak nagyon rövid időn belül azt látom, hogy alárendelt viszonyban van a nő. De ezt akkor nem tudtam kezelni. Igen, mert amikor benne vagy, ez természetesnek tűnik. De ez egyébként ez a minta, ez jön a családotokból? Tehát apukád, anyukád nem, között? Nem.
Nem. Vagy még régebbről esetleg? Nem láttam ezt nagyszülőknél se. Egyszerűen én csak én világ életemben azért küzdöttem, hogy engem szeressenek. Világ életemben. Tehát, hogy mindig azt éreztem, hogy jobban szeretik mondjuk a másikat, hogy nekem meg kell azért felelnem, hogy olyanná kell válnom, amilyet szeretne a másik, pedig ez hülyeség. És mondom, világ életemben emberek szeretetért küzdöttem. Szeretett korábban valaki feltételek nélkül? András az első. És valószínűleg azért vagyok még mindig vele, tehát mi szerintem azért vagyunk együtt, és ezt egyszer sikerült talán úgy megfogalmaznom, hogy ő az egyetlen ember, aki saját magánál jobban szeret. És ez iszonyú, én ilyennel nem találkoztam. Olyan pasival rengeteggel találkoztam, aki kihasznált. Teljesen mindegy, hogy milyen indokból. És azt sem mondhatom, hogy ő a hibás, hiszen én belementem, tehát senkit nem akarok ezzel vádolni, csak hogy világ életemben arra törekedtem, és ezért nehéz a munkám is egy bizonyos szempontból, hogy engem elfogadjanak és szeressenek. Most egyébként utadon vagy szerintem. Utamon vagyok, de tudod, amikor nem ismernek emberek, és amikor csak úgy oda böffent valamit, egy ilyen negatív komment, tehát egy kommentelő. Foglalkozott ezzel? Nem, van ánapos, van bénap, de van, hogy betalál. Van, hogy betalál, mert én nem értem az indokolatlan bántást. Tehát én úgy működök mindig, hogy én szeretettel vagyok motiválható amúgy is. A világ végére elmegyek, hogyha valaki engem szeret, bármit megteszek neki. Tehát, hogy ez a hibám is valahol. És talán András az első, aki ezt nem használja ki. És akkor így nagyjából úgy helyre került a kapcsolatunk. És apud feltételek nélkül szeretett? Vagy apa? Szeret? Aha. Igen, de ő dolgozott, tehát hogy ő vendéglátóiparban dolgozott, neki nem volt ideje, tehát hogy ő hétvégente lakodalmakat csinált, nekem apa pénzt keresett. De nem voltál neki az első, hát nem ne, tudtál persze, lenni neki az persze. első, mert ő volt a családfenntartó. És valószínűleg ez mondja, én küzdök mindig. Aha. És ezért futottam bele ilyen pasikba. Igen, mert a gyerekek nagyon butaságokat tudnak egyébként összerakni a kis lelkükben, tehát hogy apa azért nincs itthon, mert én nem vagyok neki elég fontos. Igen. Ugye? Pedig hát nyilván neki szegénynek meg muszáj. Milyen minta az, nem? Hát így vagyunk összerakva, és akkor utána esetleg pont emiatt jutsz el aztán egyébként a megfelelő férfihoz. Igen, de hogy milyen érdekes, hogy közben ezeket nem veszed észre. Tehát, hogy például lezajlott ez a beszélgetés ebben az autóban, vagy az autóban ezzel a fiúval, hogy persze nagyon fájt, de én nem változtattam a kapcsolatunkon, tehát én mellette maradtam. És az van, hogy egyre több ilyet kapsz, és egyre erősebbeket kapsz, és egyre természetesebbnek tűnik. Tehát, hogy amikor az a kérdés, hogy én miért választottam a férjemet, akkor, és tudom, hogy a legegyszerűbb magyarázat az, hogy a pénz miatt, mert hogy ez rohadtul semmi köze nincsen ennek ez. Hanem, hogy merek saját magam lenni, anélkül, hogy tudom, hogy bántás érne. És azt hiszem, hogy ennél fontosabb emberrel nem történhet. Tehát, hogy feltételek nélkül, és te legyél az első neki. Azt szoktam én is mondani, hogy ha valaki nem akar téged 100%-osan, akkor ne akarjon sehogy. Ne akarja kivenni belőled a jót, ne akarjon részleteket kicsipegetni, aztán továbbállni, ne. Tehát így, ahogy vagy sehogy. És kezdeni királynőként. És nekem az első ilyen pasi András volt az életemben. Egyébként csendben megjegyzem, hogy nyilván látok magam körül férfiakat, tehát nem azt mondom, hogy csukott szemmel megyek a világba, de nem láttam ilyet. És akkor elgondolkodtam, tehát amikor mi megismerkedtünk, akkor én így leültem magammal, és elgondolkodtam rajta. Kevés van belőle. Igen, így leültem, és tudatosan elgondolkodtam, hogy jó. Tehát, hogy szórakozgathatok én még itt csini legényekkel itt az én korosztályomból, és szivathatom meg saját magamat még százszor, de hogy fog-e még ilyen ember jönni az életembe? És akkor nyilván arra a döntésre jutottam, hogy ha 27 éve maradt egyszer sem érkezett, akkor valószínűleg nagyon kicsi az esély arra, hogy jönni fog. Tehát, hogy volt benne nyilván egy tudatosság is ebbe, ami szerintem sokkal jobb. Tehát, hogy párt választani, nem lila ködből kell szerintem, mert akkor nem látjuk a másikat. Egyébként ez a 21. század, meg a 20. század második felének a velejárója, ez a szerelemből házasodni, ugye előtte különböző módon kellett megszeretni egymást. És akkor ezt nem érezted egyébként megalkuvásnak? Akkor így 20 évesen, hogy most 27. ilyen tudatos döntést hozok, és igazából mi lesz, ha mégis egyszer csak fellángolok? Vagy közben megjött a láng? Megjött, hát persze, hát olyan szerelmes, tehát ugye
olyan féltékeny voltam a kapcsolatunk első időszakában, de nagyon, nagyon, abszolút, hát a Skorpió vagyok, tehát tipikusan. Tehát az első egy-két évben iszonyatosan féltékeny voltam, de nem tudom leírni az érzést, amikor, tehát ezek ilyen apró érzések, de amikor megszületett például a kislányunk, hogy anyu pont itt volt Los Angelesben, és bent feküdt a Milla benne a házba, és akkor mondta, hogy gyere legalább annyira gyerek, és sétáljunk egyet a kertbe. Sose felejtem el, hogy leültünk a kert végébe, ilyen kis domboldalon, és az a hálával teli, szeretettel teli szerelem, hogy én ezt kaptam az élettől, hogy őt, a gyereket, meg úgy egybe ezt az egész csomagot, tehát hogy dehogy nem, hogy ne jönne meg. Ez az elégedettségérzés, ugye, az a minden jó, és most ezt a pillanatot állítsuk már, mert olyan klassz. Mikor beszéltetek először gyerekről? Fé, én nem akartam még. Nagyon nem. Egy gyerekkorodban akartál? Tehát, hogy mikor jött az első olyan érzés, hogy... Nem jött. Mert te színésznő akartál lenni. Igen, és azt gondolom, hogy egy színész, meg egyetem bármilyen csajsz életébe, aki karriert szeretne, nincs jó időpont a gyerekre. Tehát aki most ezt halogatja, annak most mondom, hogy nincs jó időpont. Tehát nem tudsz jókor kiszállni. És aztán, ha kiszállsz, és megszületik a gyereked, akkor rádöbbensz arra, hogy adjuk már az egész, meg az egész teljesen mindegy, hát ő a lényeg nyilván, tehát az egész valahogy átértékelődik, tehát hogy ami előtte fontosnak tűnt, az nyilván nem fontos. Én nem szerettem volna a kisgyereket, még akkor 31 voltam, igen, amikor Kamilla született, 31 évesen lettem terhes vele. Igen. Ez akkor véletlen volt? Nem, tehát, nem. Úgy volt, hogy 30. születésnapomon elmentünk Nászútra, pont a 30. születésnapomon voltam Nászúton. És akkor egy évre jött össze a gyerek, de úgy, hogy barátnő még próbálkoztak. És több párkapcsolatnál láttam akkor a környezetembe, hogy nem jön össze a baba. Uh-huh. Elkezdtek járni, lombikozni, stb. És akkor mondtam, hogy oké, hát én vagyok 30, 31, akkor voltam 30, András 50, tehát, hogyha itt évekig kell próbálkozni, akkor legyen az, hogy elkezdünk próbálkozni, aztán majd valahogy összejött. Következő hónapban terhes voltam. Ó, igen, meghoztad a döntést. Meghoztam a döntést. Tehát tulajdonképpen megijedtél, ahogy igen. A környezetedben körbenéztél, hogy úristen, hát ketyeg az óra. Nem vágytam gyerekre akkor még. Csak úgy voltam vele, hogy oké, akkor úgy tűnik, így másokat elnéz, hogy ennek az a menete, hogy itt próbálkozgatunk évekig, és akkor évek múlva. Majd egyszer. Éppen János Vitéz bemutatóra készültem, aztán Illuskát kaptam volna, tehát már megvolt a felkérés. És akkor egyszer csak következő hónapban úgy tűnt, hogy hát akkor ez összejött, és mondtam, hogy de ez nem úgy van, hogy próbálkozunk évekig, tehát ez nem így működik, és hát nem. Nagyon akart már jönni szerintem a Milla hozzánk. És akkor így megbarátkoztam, mert hogy jó, hát akkor sírtam egy kicsiket, hogy jó, hát akkor ezt a munkát már nem csinálom. Tehát hogy nem leszek, mondom, mindegy, akkor jön a baba. Tehát nyilván az ember átállítja a fejét, de hogy én nem akartam még gyerkőcöt. Én még nem álltam készen, úgy éreztem erre az egészre, meg se fordult a fejembe. Én nem is tudom, hogy lehet a készen állni, mármint úgy értem, hogy amikor ott van a csík, akkor örülsz neki nyilván, mármint, hogy a kettő, igen. És akkor úgy örülsz neki, de igazából az, hogy ott valami van ott benne, de teljesen felfoghatatlan dolog. Meg nem? Jó és bulinak akkor... tűnik, tudod? Tehát amíg vásárolod, elkezded tervezni, hogy akkor nem tudom, milyen lesz a bababútor, megvásárolod mindenféle kelengyéket, az egész egy nagyon jó bulinak tűnik. És aztán megszületett a gyerek, és én elkövettem azt a hibát, hogy egyedül akartam lenni egy szobában, ilyen privát szobában, ahol ott lehet, hogy ha ketten vagy hárman vagyunk, akkor a többiek tudnak segíteni vagy tanítani. Milyen terhes voltál? Teljesen eseménytelen volt a terhességem, picikét a vége felé már égett a gyomrom, de sok hajjal született a Milla, utolsó hónapban készült el a házunk, tehát én a 9. hónapban háztartást költöztettem, létrán álltam, pakoltam, tehát hogy így, teljesen más eseménytelen. Állapot, de ugyanúgy egyszer végig hánytam, azt hiszem, de azt is valószínűleg az ebédtől. Tehát szép, végülis szép terhességed volt. Jó volt. És hagyományos után? Persze, abszolút. Én úgy voltam. Te ezt meg akartad élni? Tehát, hogyha már egyszer szülök, akkor legalább az legyen... Hát meg, nézd, nem, én úgy álltam hozzá. Annyit meg a módját, vagy hol? Nem, én nem félek a fájdalomtól. Meg én úgy álltam hozzá, hogy rossz lesz, de azt a napot arra szánom. Tehát most hány, de tényleg, én így értem, hogy nem lesz kellemes, de azt a napot arra szánjuk, hány ilyen nap van az életedben, pár. Tehát én azt gondolom, hogy ki lehet bírni. És egyébként teljesen jó élmény volt.
Az utolsó 10 percet levéve nekem az egész szülés egy jó élmény volt, akkor már nem kaptam levegőt. Te akkor nem is féltél a szüléstől, hiszen a fájdalomtól sem féltél. Paráztam. Paráztál? Akkor kezdtem el félni. Az ismeretlentől. Uh-huh. Akkor kezdtem el félni, amikor beültünk az autóba. Jó, akkor most megyünk be a kórházba, és akkor szülünk. És akkor úgy éreztem, hogy összeszorul a gyomrom. És elkezdtem félni, effektíve félelmet éreztem, de az csak és kizárólag az ismeretlentől. És amikor elindult a szülés, akkor olyan szépen ment, tehát hogy annyira egyik dologból jött a másik, hogy, és fél tizenkettőkor, éjszaka fél tizenkettőkor mondta az orvos, ami ránézett az órájára, és mondta, hogy 4 óra 17-kor meg lesz. És 4 óra 17-re megérkezett a Milla. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Itt.